Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, ahogy a szignál is elárulta, kezdődik Családőrzők című műsorunk. Nagyot hisztisztünk az előző részben, na jó, ne tessék botrányra gondolni, nem volt a stúdióban semmilyen veszekedés, viszont a témánkban annál inkább, hiszen arról beszélgettünk, hogy mi az, amikor hisztizik a gyerek és hisztizik a szülő. Ezt a témát fogjuk folytatni, beszélgetünk egy kicsit arról, hogy meddig menjünk el a vitában, vagy akár a veszekedésben a gyerkőc. Mi az, amivel ezt befolyásolni tudjuk, és lehetőleg csökkenteni. Nagyon fontos kérdések minden családban. Szakértőink fognak segíteni. Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Pap Csilla, mediátor. Szia Csilla, szeretettel köszöntelek titeket. És Tornyai Gábor, atya, plébános mentálhigiénis szakember. Nem tudom, hogy veszekedtetek egy gyerekkel mostanában, hogy ez mennyire fordul elő családban, én azt hiszem, hogy nem ritka, mert hogy előfordul, akármennyire is imádjuk őket. Mégis beszélni kell róla. Ugye miért veszekszünk a gyerekkel? Hát amikor még kisebb, az a csinálj rendet, a kösd be a cipődet, mosd meg a fogadat, és ilyen alapvető dolgok, amikor ugye a gyerek ugye visszaszól már, hogy ő most nem, vagy ő most ezt a cipőt nem, én már láttam olyat is, hogy rossz, olyan ruhát kapott a gyerek, amit nem szeretett volna felvenni, és igen csúnyán beszólt anyukának, hogy mit kap karácsonyra ezek után tőle, úgyhogy azért ez érdekes dolgok. Veszekedjünk-e a gyerekkel, vagy hagyjuk-e, hogy a gyerek veszekedjen velünk? És hagyom, hogy szedjétek szét a vitát és a veszekedést. Köszönjük szépen. Veszekedni nem kell vele. Az értelmetlen, felesleges és időpocsékolás és energiarablás, mindenki csak elfáradt tőle, és Isten igazándiból hatékony eredménye nincs. Következmény az az lesz, hogy ahány veszekedést megélt a gyerek, abból a veszekedésből nagyon gyorsan megtanulja, hogy milyen technikákat használnak ellene, és nem érte, és innentől kezdve arra felvértezi magát. Onnantól kezdve partalanná válik a dolog. Ismerek családokat, ahol az esti procedúra az ma már 11 óra, mire lefekszik a 3 éves gyerek, és egyáltalán elalszik, és elkezdik már este 8-kor, 8:30-kor. Tehát, hogy partalanná tud várni, és élhetetlen életminőséget eredményez. Mindig elmondom, hogy ez a szülők felelőssége, teljesen felesleges veszekedni. Egyébként felnőtteknek is én szerintem. A vita az egy egészen más dolog, erről is beszéltünk, hogy mi a különbség vita és veszekedés között. Ugye a vitában észérvekkel meggyőzöm a másikat. Én inkább arra hegyezném ki ezt a dolgot, hogy hogyan tudunk kompromisszumot kötni a gyerekkel okosan. Mert világos, hogy a gyerek egy önálló individuum, egy saját önálló személyiség, nem az én meghosszabbított végtagom, vagy kiterjesztésem, vagy akármim. Nagyon sok szülő egyébként ebben a hibában sokáig él. Tehát amikor én a gyereknek tisztelem az ő saját személyiségét, és én látom, hogy ő valamit nagyon szeretne elérni, akkor megértem, hogy te ezt nagyon szeretnél, és nagyon együtt érzek veled. Igen, valóban nagyon jó lenne, ha ilyen lenne neked. Na, szerinted hogy tudjuk azt megoldani, hogy ilyened legyen? És már is konstruktívba fordítottam, és már is egy beszélgetésbe fordítottam, és már is máshol van a történet. Tehát ezek annyira kis pici, finom, nüansznyi kis szófordulatok, kis gesztusok. Na most, ha ezt tanítom meg a gyereknek, akkor ő ezt fogja tovább vinni a közösségeibe és a saját életébe. Az a legnagyobb felelősségünk, hogy hogyan állunk ezekhez a kérdésekhez hozzá. De nem kell-e, hogy mégis valamelyest megtanulja, hogyha ilyen helyzetbe kerül, egy vitába kerül már mondjuk felnőttként, vagy kamaszként, vagy nagy kamaszként, és nem feltétlen otthon, hogy tudja, hogy de, hogy érveljen, vitázni, és tudja, hogy védje meg magát. Vitázni hozzá, tudni kell, csak veszekedni nem. Igen, az ott esetben ez az is hozzátartozik, hogy a szülő is beláthatja, hogy ő mondjuk tévedett. Mert ugye ez is egy kísértés tud lenni, hogy a szülő, a gyerek, nekem mindig igazam van, még akkor is, de nincs igazam, de akkor is igazam van, és a gyerek az meg gyerek, és akkor fogadja el. De azt gondolom, hogy az is egy pont egy ilyen egy életfelnőtté való nevelődésnek a része, hogy adott esetben a szülő is be tudja látni, hogy tévedett, vagy hibázott, vagy rosszat mondott, vagy rosszul viselkedett, vagy bocsánatot kér. Nyilván itt azt gondolom, hogy az abban kell bölcsnek lenni, hogy ez ne billenjen el az a szülő-gyerek egyensúly, hanem egy egyensúlyi helyzet alakulhasson ki közöttük, vagy egy olyan kommunikáció, hogy mindenkinek megmarad a saját szerepe a kapcsolatban, de azt hiszem, hogy nem veszíti el a szülő tekintét, azt gondolom, azzal, hogyha mondjuk ő a felnőttként áll bele egy ilyen helyzetbe, felnőttként képes oda lépni, és azt mondani, hogy igazad van, átgondoltam. Szerintem pont ezzel nyeri meg a tekintélyt.
Ez főleg ott a kamaszodó gyerekeknél izgalmas, ahol ő már nagyon tudja, hogy mi a helyes a világban, és mit hogyan kell értelmezni. Mert egy kisgyereknél nyilván ott megint egy másik helyzet van, hogy de ott is bocsánatot lehet kérni egy kisgyerektől is, én azt gondolom. Vagy kinyilatkoztatni, hogy anya ezt nem jól gondolta. Tehát akár meg is mondhatjuk, hogy tévedtem, hát miért ne vállalhatnánk fel, ez is egy felnőttes magatartás, hogy felvállalom a tévedéseim, a hibáim, de az például szerintem probléma, amikor valaki mondjuk tetlegesen bántalmazza a gyermekét, tehát megveri, és utána bocsánatot kér tőle. Hát mert ott már csak három probléma van egyszerre. Igen, tehát hogy na. Tehát ez is, de egyébként például a fiatal gyakorló anyukaként most itt eszembe jutott, hogy a nagyobbik lányom, ő azért nem volt egy könnyű eset, és és reggelente ő 3-4 öltözett ruhát szeretett kipróbálni, és a végén már oda jutottunk, hogy 8-10 öltözett ruha lett volna, ha ugye hagyom. És akkor ott ugye nagyon gyakorlatlan voltam, 26 éves voltam, tehát nem tudtam még jól kezelni ezt a helyzetet, meg bedöltem a gyerek ügyességének, okosságának, rafinériájának. És hát nyilván ott volt a szeretet, meg az anyai engedékenység, és végül is eljutottunk oda, hogy 2 öltözett ruha. Tehát meg tudtunk egyezni, nagyon nehezen tudtam átvinni, mert ugye hetekig, hónapokig ment az, hogy óvodába indulás előtt ő végigpróbálta majdnem az egész repertoárt. Már nem emlékszem, hogy pontosan hogy csináltam, de arra emlékszem, hogy határozott voltam, és azt mondtam, hogy 2-ből választasz, és nincs több. És aztán valahogy elfogadta. És ez egy csoda volt, tehát azt tudni kell, hogy azért ő egy erőteljes karakán gyermek volt lánylétére. Tudod, mi történt? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Azért nagyon izgalmas ez a kérdés, mert a gyerekek ilyenkor keresik a határt. Keresik a határt, és ha egyszer határhoz érkeznek, és abban a határban ők megnyugodhatnak, biztonságban érzik magukat. Tehát amikor nem tudunk határokat szabni, akkor a gyerek bizonytalanná válik, na akkor fog abszolút megőrülni, és akkor egyre több mindent fog követelni. Ez volt az egyre több ruha. És, igen. Tehát hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát amikor te határozott vagy, nagyon megértem, hogy szeretnéd fölpróbálni, együtt érzek veled, mindent megkapsz, 2-ből választhatsz. Igen, ez egyébként... Nekem, bocsánat, csak nekem az jutott még hozzá eszembe, hogy ugyanakkor megmaradnék a választás lehetőség. Így van, hát ez a lényeg. Igen. Ez a lényeg. Tehát, döntheti el. Így van. 2-ből eldöntheti, hogy melyiket akarja. Így van. Akkor keret is van, jut is marad is. Még felkínáltam neki azt is, hogy hétvégén ráérünk, és azt szeretné, kipakoljuk az egész szekrényt, és végigpróbálhatja tényleg az összeset. Igen. Tehát, hogy még ezt is betettem. Tehát volt egy, tulajdonképpen egy kettős kötést alkalmaztam, egyrészt keretbe tettem, másrészt elővetítettem azt, hogy hétvégén, de ez nem tudatos. Most már ugye tudom, hogy csinálom, de akkor ez teljesen igen, zsigerből jött, de jól jött. És ezekkel aztán szépen ráéreztem arra, hogy lehet, mert ugye nyilván nagyon sok fiatal anyuka van, aki nem tudja, és ezt azért is meséltem el, mert hogy ez nem bűn, meg nem blama, ez van, hát nem vagyunk tökéletesek. De valahogy mégis törekedjünk arra, hogy annak a gyereknek valamilyen irányvonalat mutassunk, és érezze, hogy merre van az arra. Mert nem betörni és nem megtörni, nem betörni, akarjuk nem azt a bizonyos gyermeket. Most akkor egy kicsit hagy bosszantsalak fel benneteket. Mit szóltok, amikor a vitában a szülő mondjuk, de akár a gyerek oldaláról is jöhet sajnos ilyen, és az már szerintem abszolút a méreg, amikor nem a problémát hozzuk fel, hanem mindjárt átvisszük azzal, hogy mert te ilyen vagy. Igen, hát a minősítés. Na, ha a gyerek ezt csinálja, akkor ő visszatükröz bennünket. Uh-huh. Bocs. Tehát ez a felnőttnek a felelőssége megint. Ez egy alapvető, vagy egy alapvetés az összes neveléstani kérdésben, ez már nagyon-nagyon régóta, ez nem egy új keletű szociológiai eredménynek a következtében jött létre. Soha nem az embert minősítem. Semmikor sem az embert minősítem. A cselekedetet. Azt szabad. Ez most nem volt nagyon okos ötlet tőled. Ezt lehet, hogy végig kellett volna még egyszer gondolni. Bármi. De az, hogy a gyereket minősítem akármilyen formában, az nagyon-nagyon keményen zsákutca, mert onnantól kezdve a gyerek arra fog hajtani, hogy azt a minősítést szerezze meg, és annak fog beáldozni nagyon sok mindent. Ha túl sokszor kapja meg, hogy rossz voltál, el fogja érni, hogy ő legyen rossz gyerek, tehát mindent meg tud tenni azért is. És hogyha a másik oldal, akkor meg lesz belőle egy perfekcionista valaki. Tehát ez sehogy nem jó. Mindig az adott cselekedetről, az adott szituációról, adott reakcióról beszélünk, és mindig az adott éppen aktuális dologról kell azt megállapítanunk, akár együtt. Nálunk például nagyon fontos dolog az a terápiás teremben és az óra végén, hogy a gyerek saját magát minősíti.
Én nem fogok vele vitatkozni. Ha ő azt mondja, hogy 150%-os volt, de éppen 16-szor kellett össze pattannunk, hogy most merre van az előre, akkor én azt is elfogadom tőle, mert hogy ő érzi. De arra kíváncsi, hogy én most elmondom-e, hogy leszedem-e róla a keresztvizet. Nem fogom róla leszedni a keresztvizet, megköszönöm, hogy megcsinálta a munkáját, gratulálok, amihez lehet, és elfogadom, amit mondott. Lassan fogja megtanulni, belül érzi, és amikor megtalálja jó megoldást, akkor biztonságban lesz. De hagyom, hogy próbálkozzon. Ennél a minősítésnél, minősítése kapcsolatban jutott eszembe az, hogy ugye ez nem csak minősítés, én úgy is szoktam ezt fogalmazni, egy picit ilyen névadás. Uh-huh. És hogy ugye megint a papi sapkámat, hogy fölvegyem ugye a Bibliát, a teremtés történetnél van egy ilyen, hogy az lett a neve a dolgoknak, amit az ember adott neki, hogy az Isten meghagyta. És amikor valakinek elkezdnek nevet adni, hogy te buta vagy, te ügyetlen vagy, te csúnya vagy, azzal ő kap egy minősítést, és nem biztos, hogy azt el akar érni, hanem akár bélyeként ott marad rajta. Tehát nagyon sok olyan felnőttel is találkozom, aki ezt a bélyeget tovább hordozza magába. Mert elhitte, hogy ő az. Hogy hát ez vagy, te ilyen vagy. És nem is ez vagy, te ilyen, és akkor ez vagyok. És akkor szoktam ilyenkor mondani, hogy én Tornyai Gábor vagyok, aki egy csomó dologhoz nem értek. De hogy én nem ügyetlen vagyok. De ebben is, ebben jó vagyok. Igen, de hogy nem az a nevem, hanem az, vannak, amit a Zsuzsi itt mondott, hogy nem maradjon rajtam a bélyeg, mert ez, és azt hiszem, hogy ez is egy ilyen egyrészt szülői szinten is nehézség tud lenni, tehát szülő-gyerek viszonyában, hogy jó, te ezt úgyse tudod megcsinálni, meg ügyetlen, vagy nem tudom mi, de egy párkapcsolati szinten, picit mindig ez ugrik be ez a család, tehát hogy ott is ez ugyanez tud jönni, hogy Béla, te ezt, te ilyen vagy, meg lesajnál, és onnantól kezdve, ha elég felnőtt, akkor ezt tudja kezelni, ha nem, akkor meg minden többször hajlana inkább rajta marad, hogy akkor ez vagyok, és vagy fellázad, vagy beleragad. Az a baj, hogy ugye, ha tudja kezelni felnőttként, hogy a gyerekkorban megkapja ezt a rengeteg minősítést, vagy kvázi szülői mérgező mondatokat, ha elhiszi, és a hiedelem rendszerébe beépül, és azonosul vele, már pedig elhiszi, ez az is beépül, így van, hozzám csupa olyan ember jön, férfi, nő, korosztálytól függetlenül, akik megkapták ezeket gyerekkorban. Alig van egy-két olyan kliensem, akinek nincs ilyen problémája. És rögtön az önbizalom, önbecsülés témakörénél vagyunk. Tehát, hogy már gyerekkorban a szülő tulajdonképpen kvázi tönkre teszi a gyerek önbizalmát, önbecsülését, és hát hogy legyen úgy egészséges felnőtt, hogy legyen úgy egyáltalán felnőtt, hogyha nem hiszi el magáról, hogy ő valamiben jó, hogy ő valamire való, hogy ő egy értékes, szerethető, fontos ember. És a legrosszabb fontos jó értelemben. Igen, ezekben a helyzetekben sok esetben nem is tudatos ez a bélyegzés. Hát nyilván a szülő nem akar rosszat a gyerekének. Nem a gyerekét, csak így, nem tudja. Akár csak poénból rá legyen, ez úgy se értesz. Az ritka, hogy inkább bizonyítani akar? Tehát felnőttként, amikor már úgy jobban gondolkozik a dolgokról, azt mondja, ezt hallottam folyton gyerekkoromban, most majd én megmutatom, hogy lesz belőle valami. Ezek lesznek a perfekcionisták, amiben bele a maximalisták, pusztulni. A dafkék. Igen. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, tudod, mert én találkozom azokkal a gyerekekkel, akik azt mondják nekem, hogy én buta vagyok, én csúnya vagyok, én hülye vagyok, én ilyen vagyok, olyan vagyok, tehát mondják vissza, szajkozzák azt, amit kaptak a világból. Erre nekem az szokott lenni egyébként a reakció, hogy na, ezt én kikérem magamnak. Hogy az én tanítványomról valaki így beszéljen, azt én nem tűröm. Tehát ilyen nincs. Akkor ezen így összezavarodik, persze első körben, akkor rájön, hogy mit mondtam, elvigyorodik, és akkor valamilyen módon ezt így megoldjuk. Tehát így kioltódik ez a történet. Hogy ez nem helyes. Én ott nem állok le vele vitatkozni, de te ilyen szép vagy, olyan okos vagy, akármilyen, ez teljesen értelmetlen. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy így nem beszélünk. És ha már idáig eljutottam, hogy nem bélyegzi saját magát tovább, akkor talán eljutunk egy következő lépcsőfokig, hogy másképp kezdjen magáról gondolkodni, de ugye egy gyerekekről beszélünk, és nem a felnőttek terápiájáról. Ezt én nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, hogy a gyereket is úgy irányítgatjuk, úgy terelgetjük, úgy veszük őt körbe a szeretetünkkel, a figyelmünkkel, hogy ezekre a dolgokra ráfókuszálunk, és akkor azt mondjuk, hogy ez nem helyén való, és akkor csináljuk máshogy, találjunk ki valami mást. Nagyon-nagyon nehéz a gyerekeknek sokszor megfogalmazni a kudarcaikat, ha valami nem sikerült nekik. És ekkor
kapásból veszik ezt, amit szajkoznak, ugye, ahogy hallották a környezetükből. Ilyen vagyok, olyan vagyok. Viszont ha én odadom a gyereknek a hitemet és a bizalmamat, hogy te erre képes vagy, csak harcolj és küzdj, és még egy lépést tegyél, akkor ő az én bizalmamtól nyert energiával fog újra belemenni, és aztán lehet rendkívül nagyon boldognak lenni, amikor elérjük a sikerélményt. És már is felülírtuk azt az ilyen vagyok, olyan vagyok, de ez csak cselekedettel lehet felülírni. Igen, és bizonyítékok kellenek neki saját magának. Igen. Ezért. És azért is fontos az, bocsánat, csak hogy ezt is így szülőkkel, hogy beszélgetek, elő szokott jönni, hogy ugye, ha gyerek hibázik, akkor jól megmondom neki, és mindenek szoktam kérdezni, és a jót is jelzed neki? Mert hogy a legtöbb esetben az is egy probléma, hogy ha valamit jól csinál a gyerek, az természetes. Igen. Ha rosszul csinálsz, jelzem. Igen. De ugyanez csak, igaz a férjemnek, a feleségemnek, igen. A munkatársamnak, igen. Az akárkinek. A szeretett kör. Igen, és igen. Pont a szeretett körnek nem adjuk át azt a jó minősítést, vagy azokat a visszajelzéseket, pozitív visszajelzéseket, amikből tudnak építkezni, mert nyilván hibázunk mindannyian, gyerekek is, felnőttek is. De hogyha tudunk adott esetben egyébként a gyerekeknél például a dicséret, az ugye nyilván ezt ti is tudjátok, hogy azonnal, tehát amikor a cselekedet megtörténik, azonnal dicsérünk, és nem egy héttel később, hogy ja, emlékeztek, amikor az és az volt egy héttel vagy egy évvel ezelőtt, tehát mert ki emlékszik rá, azt akkor kell visszajelezni, főként egy önbizalomhiányos gyereknek, akit már eleve a szülei valamilyen úton, módon az önbizalmában megsértettek, mert hogy megsértik nyilván nem tudatosan és nem bántó szándékkal, mert a szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de valószínű, hogy hozta ő is mintázatként, ugyanezeket a mondatokat megkapta gyerekként, és azt ismétli újra, és adját a következő generációnak. De hogy ezt meg lehetne szakítani tudatossággal, odafigyeléssel. Említettétek még, amikor pici volt a gyermek, hogy ismerjük meg, figyeljünk rá, nem tudja elmondani a gondjait, lehet, hogy éppen hisztivel fejezi ki magát. Most már azért nagyobb gyerekekről, kamaszokról beszélünk, akár középiskolás gyerekekről beszélünk, akiket jó lenne meghallgatni, de mi van, hogyha ő olyan kamasz, hogy bezárkózott, és nem mondja el? És akkor úgy vitázok vele, hogy ő nem szólal meg, és nem mondja el, hogy mi bántja. Tehát ez nagyon rossz. Egyrészt túlélni. Most van egy ilyen, a környezetemben egy ilyen eset megint, ahol egy picit a kamaszkor vége felé járunk már, és a gyerek teljesen másfajta viselkedést tanúsít a szülei jelenlétében, mint a baráti környezetben. Tehát otthon egy kis mufurc, nem szól, nem beszél, tőszavakba válaszol, nem történt semmi, nincs semmi baj, kérsz enni, nem kérek enni, már ettem, tehát ennyi, ebbe kiismerül az összes kommunikáció, és ahogy bekerül egy másik közegbe, kivirágzik, és tele van élettel, és mindent. Na vajon miért történik ez? Kérdezi tőlem a szülő. Nem mondom, szerinted miért történik ez? És akkor rájön arra, hogy ő szorította sarokba a gyereket, és jutott el odáig, hogy nem beszél. Tehát, hogyha nem beszél velem a gyerek, akkor valamit nagyon rosszul csináltam. Addig, amíg megvan a kommunikáció, akár a párkapcsolatban, akár a kamasszal, akár a bárhol, addig van esély javítani a helyzetet, addig van esély kompromisszumot kötni, addig van esély megjavítani a szituációnak a kimenetelét. Ha ez megszűnt, akkor ott megszűnt. Akkor nincs tovább. Én erre azt szoktam, hogy ha nem elég a kommunikáció, vagy nincs jó kommunikáció, akkor még több kommunikáció, és még annál is több, addig fokozzuk, amíg sikerül. Mert ugye, amit te is mondtad, jóval korábban már elrontotta, valószínűleg már gyerekkorában elrontotta a szülő, és a gyerek nem érzi azt, hogy a szülő felé bizalommal fordulhat, vagy hogy partner talál benne bármilyen témakörre, amit ő szeretne megbeszélni, és ezért átfog a baráti körre, és mondjuk a baráti körével osztja meg, vagy ott tudja az oldottságát megélni. Otthon pedig ugyanazt a feszültséget tartja, ami volt addig, és ezt a szülő hozta létre. Illetve azért ez egy normális fejlődési folyamat is lehet, hogy leválik a szülőről, igen. És akkor a kortárs közössége felé fordul, meg adott esetben talál magának olyan felnőttet, akiben ő megbízik, és azok már nem biztos, hogy a szülei. Mindegyik nagyon fontos, de, amit igen. Mondasz, de azért otthon fent marad a párbeszéd. Kellene, hogy beszéljen. Hát, ha olyan a család. Igen, ha olyan a család, és hogy rendben mennek a dolgok. Azt is látom, hogy tehát most nekem is csak egy példa jut eszembe, hogy egy ilyen pont ez a
tínédzserkor volt egy lányka, aki járt hozzám beszélgetni, 15 éves, totál feketébe, ez a hagyjál békén, ne szólj hozzám. Bezártam. De ugyanakkor még mégiscsak mindig eljött beszélgetni, igen. És a bajai, a világlátás és minden szörnyű volt, és azért imádkoztam, hogy éljük túl ezt a korszakot, mert ebbe belehalunk, és először megjelent fekete és rózsaszín cipőfűző volt rajta, mondta, túléltük, megvan. Első jel. Én azt gondolom, hogy egy jó családban élt, ugyanakkor meg a szülei gyakorlatilag nem láttak ebből semmit, mert hogy ő az a fajta kamasz volt, aki azt mondja, hogy hagyjatok békén, bevágja az ajtót, de ugye miért nem jöttök utána, amit az előbb is így próbáltam mondani, hogy van egy ilyen, ez a fajta kamasság is, és hiába rendezettek a szülők, meg szívesen beszélgetnek, de ez ő maga se tudja megfogalmazni tulajdonképpen, mi a baja. Ez is van, de nekem a legnagyobb, nem is tudom, tehát egy ilyen most már lassan veszőparipám lesz. Ugye a mostani iskolai rendszer. Ahogy bekerül a gyerek az iskolába, elkezdjük minősíteni, és folyamatosan azt keresjük, hogy hol hibáztál, és mit nem tudsz. Tehát, hogy az egész iskola oktatási rendszer erre épül fel, eltelt 12 évnek a gyereknek az életéből, és a 12 évnek a jó részében naponta kellett megküzdenie azért, hogy megússza azt, hogy hibázott. És a szülei azokkal a jegyekkel és azokkal a minősítésekkel fogják őt azonosítani. Tehát ez a gyerek, ez hogyan beszélgessen, hogyha ő csak akkor oké, hogyha ötös meg, ha kitűnő. Ez a gyerek, ez hogyan adja oda azt a szenvedést, amit? Nagyon izgalmas dolog, amikor az anyukák jönnek, és főleg az anyukáknak ez a problémája, mert hogy a tanulás. Nem vagyok rá túlságosan büszke, de példaként mindig elmondom, hogy én általános iskolás koromban egy abszolút közepes tanuló gyerek voltam, bejártam az iskolába, amit összeszedtem, megvolt, aztán hazamentem, és éltem a boldog gyerekkoromat. Engem pont nem érdekelt, hogy házi feladat van, vagy felmondani való van, vagy tanulni való van, vagy leírni való van, vagy akármi van. Én így éltem túl az életemet. Mondhatnám, hogy egészségesen elhanyagoló környezetben, vagy nem tudom, most ezt nem minősíthetjük, ahogy akarjuk, teljesen mindegy. Bekerültem a középiskolába, és azt mondta az első tanár, hogy ide nem kötelező járni. El lehet menni dolgozni. Ó. Ha onnantól kitűnőt voltam. Tehát, hogy érted, ott van az emberbe a lehetőség. Nem, hát nem. De senkit nem érdekelt, hogy én nekem most ötösöm, vagy nincs ötösöm. De ez nem rólam szól, hanem a mai gyerekekről. Tehát, hogy a mai gyerekeket belekényszerítjük abba az iskolai rendszerbe, amiben kell élniük, meg nem értik, föl nem fogják. Minek 3 kattintással 15-ször többet el tud mondani bármiről ezen a világon, mint amit te megtanultál 30 év alatt 3 diplomával, vagy akármicsodáddal. Akkor miért? És nem igaza van? Ismét és közben meg ezzel azonosítjuk. Ismét egy saját tapasztalatot tudok hozni. Előttem még az a kép van bizonyítványosztáskor, hogy a gyerek rettek, hogy hazaviszi a bizonyítványt, és mit szól a szülő. Igen. Eszébe sem jut, hogy a bizonyítványa miért azt tartalmazza, amit tartalmaz, csak retteg a szülő reakciójától. És napokban beszélgettem egy 8 éves kislánnyal, akitől megkérdeztem, hogy milyen volt a bizonyítványod, és szépen elmondta, hogy hát környezetből lehetne jobb is, de tulajdonképpen meg vagyok vele elégedve. Annyira cuki volt, hogy hihetetlen. Édes, tehát valójában ő át is gondolta, hogy ott igen. Még erősítenem kell, majd megnézem, hogy mit lehet. Tehát eszméleten, és én azt hiszem, hogy nekik lesz majd könnyebb felnőttnek lenni. Igen. Igen, de valószínű, hogy ott nincs is fenyítés, vagy nem tudom én, megrovás, vagy szájhúzogatás, vagy bármilyen negatív visszajelzés arra nézve, hogy elégedetlen vagyok veled. Mert hogy itt a gyerek azt éli meg, hogy én elégedetlen vagyok veled. Te nem lehetsz az én korona jégkövem. Tehát, hogy akkor most én mit csináljak veled? De és váratlan a gyerekem vagy? Igen. És váratlan a veszekszem vele miatt, akkor felmegy a szobájába, és inkább a saját fájdalmával fog foglalkozni, mint a következő napra készüljön. Sok minden érdekes dolgot beszéltünk meg, én nagyon szépen köszönöm nektek, Fekete Cseri Zsuzsannának, Papp Csillának és Tornyai Gábornak, hogy velünk volt, és most a nézőkhöz fordulok, szeretném már most elárulni a következő műsorunk témáját, és akkor hagyd mondjam így, hogy hölgyeim és uraim, meg bizony az uraknak is érdemes lesz figyelni, arról fogunk beszélgetni egy hét múlva a Fehérvár Televízió Családőrzők című műsorában, hogy mitől férfi a férfi, izgalmas kérdés, ugye? Tartsanak velünk, addig is viszontlátásra.